Zsoli Dalóczi József meditáció. Őriztem volna inkább libát. Tanultam volna, mint apám, kosárfonást. Lettem volna kukta, vagy követtem volna hittantanáromat, a papot, aki fiatalon, kényszerből itt hagyott. Nem lettem pap. Kukta. Nem lettem kosárfonó, sem libaőrző, csak nevelő. Tudom, mi az érintő, és tudom, mi a szelő, tudom még az állítmányt, mert tudom az alanyt, tudom, ki volt grandkapitány, tudom, ki volt arany. Tudom, a fejlődés nem kör, nem egyenes, spirál. Tudom, kevés a kender, de van elég szizál. Ne bánt, hogy nincs mit egyél, hogy szerszámodban nincs nyél, hogy nincs kalapács, hogy kérges a tenyér. Ne bánt, hogy ajkadról ellopták a szót. Ne bánt, hogy neked nem mutta meg senki, mi a jó. Elég, ha tudod, hogy nincs kender, megteszi a szizál. Élj csak úgy, mint apád, anyád, s a retyer úgy. Élj csak úgy, te is, mint apád, annyit tudj. Ez az élet igazán, a többit üssek ő, majd kiforja magát. Ezért hát maradj otthon, orrod alatt nevelt kövérré a legyet. Ne zaklasson idegen, tanár. Úgysem lesz belőled pap, kosárfonó, kukta, nem fogsz libát őrizni. Lehetsz tanár. Úgy én, mint apád. Meg vagy te könyv nélkül. Az olvasástól a fejed szédül. Nyáron feküdj a hűvösre, ne süsse fejedet a nap. Ha viszked, vakard meg a hasad. Éhes vagy. Nincs mit egyél. Gondolkozz, mi a jobb. A hús, vagy a kenyér. Áldás békességet! Dezső Attila vagyok, az Országos Református Cigánymisszió kommunikációs munkatársa, és a kedves nézők az online cigánymissziós konferencia egyik programjába kapcsolódtak most be. Egy beszélgetést fognak a következő fél órában látni és hallani. Beszélgető társam Varga Dóra lesz, Hajdúhatházról, aki debreceni Váli István Református Cigány Szakkollégium hallgatója, majd ő többet fog mesélni magáról. Röviden elmondanám, hogy mi a beszélgetésünk apropója. Úgy gondoltuk, hogy ez a konferencia, ez az online konferencia remek lehetőséget biztosít arra, hogy be tudjuk mutatni az egyházunk két református cigány szakkollégiumát. Ugye egy van Debrecenben, ez a Váli István református cigány szakkollégium, valamint egy van Budapesten, a budapesti református cigány szakkollégium, ismertebb nevén a Reform. Ugye Dória debreceni szakkollégiumba jár már több éve, és az ő életén, karrierén, tanulmányain keresztül szeretném bemutatni az intézmény működését, az, hogy a hallgatóknak milyen programokon lehet részt venniük, és milyen előnyökkel jár a szakkollégiumi tagság. Természetesen mindezt amellett, hogy Dóri egy kicsit majd a saját életéről, motivációiról, tanulmányairól is fog beszélni. Szeretettel köszöntelek, Dóri, ebben a beszélgetésben. Én is örülök, hogy részt vehetek ebben. Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy honnan jöttél, milyen körülmények közül, és milyen tanulmányokat végzel? Jó. Én Hajdúhatházon élek, a szüleim közmunkaprogramban dolgoznak, három testvérem van, az öcsém szakmunkásképzőbe jár, a húgaim pedig ugyanúgy a Váli István Református Cigány Szakkollégium tagjai és egyetemen tanulnak. A tanulmányi műat én 2013-ban kezdtem, tanárszakon, történelem, néprajz. Jelenleg ott tartok abban a fázisban, hogy szükségem van egy nyelvvizsgára, amit jelenleg is nagy erőkkel folytatok és tanulok, valamint van egy éves gyakorlatom is, ha azzal végzek, akkor tanár leszek, és szeretnék itthon majd tanítani, hogyha lehetséges.
miért éppen a történelem és a néprajz érdekelt, és miért éppen a tanári szakma keltette fel az érdeklődésed, miért ide jelentkeztél? Általános iskolában nem voltam kifejezetten az a jó tanuló, csak egy tantárgyból mondhatom azt, hogy mindvégig jó voltam, az a történelem, és középiskolában pedig olyan szakpárt akartam választani, ami nem fog annyira leterhelni, és jobban tudok fókuszálni majd a törire. Ezért választottam ezt. A tanári szak az hirtelen jött, másoknak már gyerekkorukban 5 évesen tudják, hogy mik akarnak lenni. Én még 12. osztályban se tudtam, de a tanáraim segítettek, támogattak, és volt előttem jó példa, hogy milyenek lehetnek a jó tanárok, és ezért választottam a tanári pályát. A családod mennyire motivált egyébként arra, hogy igenis menjél tovább tanulni? Ők mindenben támogatnak. Anyu, apu szerint azt csinálunk, amit szeretnénk, hogyha tovább tanulunk, annak örülnek és büszkék ránk, de nem hiszem, hogy nagy probléma lett volna abból, hogyha esetleg nem ezt az utat választjuk. Röviden mesélnél arról, hogy hogyan találtál rá a Váli István Református Cigány Szakkollégiumra, hogy jelentkeztél, és miért választottad az intézményt? Először is néprajz szakon volt Kalmár Laura, aki többször hangoztatta nekem, hogy milyen jó a szakkollégium, de akkor nem érdekelt, nem foglalkoztatott, mivel Hajdúhatház fél órára van Debrecentől, úgy voltam vele, hogy semmi szükségem nincs rá, majd Neptunon is feljött, hogy lehet jelentkezni, valamint Hajdúhatházon általános iskolában volt osztálytársam Katona Csabi, és ő mondta, valamint itthon egy Fixpont Egyesület civil szervezetnél voltunk tagok, Csabival is buzdított, és akarta, szerette volna, hogy próbáljuk meg, és megpróbáltuk, és most ez lesz a 4. évem a szakkollégiumban. Ugye gondolom, amikor hallottál a szakkoliról, akkor elkezdtél utána nézni, utána olvasni, esetleg még többet beszélgetni, akár Laurával, akár Csabával, hogy konkrétan miről is szól az intézmény. Programok miből állnak. Kérdésem igen, az lenne, mondd csak. Igen, automatikusan megnéztem a honlapot, hogy mit nyújt a szakkollégium, valamint hugomnak az által középiskolában voltak kint köztudatosítani, és ők is sokat meséltek, ő pedig átadta nekünk. Mi volt az a sok információ ezen közül, ami leginkább felkeltette az érdeklődésed, hogy na, én ezért szeretnék szakkollégista lenni? Két dolog is volt. Az egyik a nyelvtanulás lehetőség, hiszen, mint mondtam, még nincs nyelvvizsgám, valamint a bibliaórák, hiszen itthon nem gyakoroltuk a vallást, és most sem annyira, attól függetlenül, hogy már 4. évem lesz a szakkoliba, de nagyon tetszett, hogy lesznek bibliaórák. Ugye már ez a 4. éved, ha jól emlékszem, azt mondtad az intézményben. Ez idő alatt nagyon sok minden történt. Gondolom a követőink meg a nézőink közül biztosan vannak néhányan, akik nagyon jól tudják, meg nagyon jól ismerik, hogy miről is szól a szakkollégium, de szeretném, ha te röviden a szavaiddal egy kicsit összefoglalnád, hogy azon felül, hogy neked mi keltette fel az érdeklődésedet, és mi volt a legfontosabb, hogy konkrétan miből is áll a szakkollégium programja, mit is jelent egyáltalán az, hogy roma szakkollégium? Azzal jellemezném, hogy mi a különbség egy átlagos kollégium és egy szakkollégium között, hogy a szakkollégiumban tényleg arra törekednek, hogy amíg mi ott tartózkodunk, mindenben segítsenek, olyan programokon vegyünk részt, amiket majd az életben hasznosítani tudunk, és valamint, hogy segítenek ténylegesen megszerezni a diplomát. A programjaink általában hétvégén zajlanak. Az néha okoz gondot, mert legtöbben azért haza szeretnének menni, de amikor részt veszünk a programokon, vagyis én úgy érzem, hogy nem tölt el engem haraggal, vagy szomorúsággal, hogy miért nem otthon vagyok, hanem szívesen részt veszek rajtuk. Milyen programokról van szó, amiket említettem, milyen programokat szervez a szakkollégium a hallgatóinak? Például volt nálunk a Romani Designtól Erika, a tervező,
és vele tervezhettünk ékszereket, kicsit az identitásunkat mélyítettük, beszélgettünk sokat, hogy hogyan is élhetjük meg ezt, valamint volt kommunikációs gyakorlatunk is, ahol interjúkat kellett adnunk, hogy hogyan beszéljünk nyilvánosan, a nyilvános beszédkurzus, valamint nemrégiben Mózes Áron igazgató úr is tartott nekünk egy nagyon jó előadást, hogy milyen is egy tudatos vásárló, milyen egy keresztény házasság, hiszen már nem vagyunk fiatalok, ugyanúgy vonatkozik ránk ez is, de nem igazán tudnék kiemelni konkrétan egyet, mert nekem mindegyik tetszett, igaz, azok jobban tetszenek, ami kicsit a vallással kapcsolatosak, mint például voltunk, én voltam Berekfürdőn is, voltam már cigánymissziós konferencián is, valamint a börtöni manapon is, és ezek nekem meghatározóak. Nagyon örülök, ugye ezt az elején szerettem volna említeni, de utána gondoltam, hogy majd úgyis rá fogunk térni, de Dóri nagyon ügyes volt, és ezt így felhozta. Igen, a szintén online megtartott április 4-i imanapunkon Dóri volt az egyik, aki saját imádságot írt és olvasott fel a nézőknek, valamint ott volt a tavalyi konferencián, amin ugye személyesen vettünk részt Berekfürdőn, sőt, hogyha jól emlékszek, akkor még a tavalyi Káposztásmegyeri imanapon is ott voltál. Igen. Igen, igen. Úgyhogy ezért is szerettünk volna veled beszélgetni, mert ugye nagyon sok jó emléked van ezekről az eseményekről. Egy kicsit még visszakanyarodva a szakkolis programokhoz, azok alapján, amiket elmondtál, nekem az jön le, hogy a szakkollégium megpróbál olyan programokat szervezni a hallgatói számára, amelyek ilyen mindennapi ismereteket adnak át, amiket hasznosíthattok az életben bármikor. Miért tartod ezt fontosnak egyébként? Igen, pontosan erről szól. Az, mondjuk azért, mert én tanár leszek, néha tartanom kell előadásokat, és pont volt egy olyan kurzusunk, ahol megismerkedhetünk a Prezivel, és én azzal adtam elő órákon, vagy mikor a gyakorlatomat töltöttem, és úgy éreztem, hogy akkor, hogy ó, ez nagyon nehéz lesz, nekem ez nem fog menni, mert nem igazán vagyok jártas az ilyen informatikai dolgokban, de hasznosak. Én azt mondanám, hogy egy szóval, hogyha jellemeznem kellene, hogy ezek a programok számunkra mind hasznosak. Uh-huh. Szintén említett, hogy milyen nagy jelentősége van az életedben, mert milyen fontos számodra a hit, és hogy ezt a szakkollégium falain belül is meg tudjátok élni. Kicsit beszélnél nekem arról a folyamatról, hogy amennyi természetesen egy ilyen interjú megenged. Szóval arra lennék kíváncsi, hogy ez nálad hogyan zajlott, hogyan érkeztél meg a koriba, és mit gondolsz most, hogy ezek a hitéleti alkalmak a szakkollégiumban hogyan formáltak téged? Mikor megérkeztem, akkor nem gondoltam komolyan, hogy részt veszek minden bibliaórán. Az első fél évem úgy telt, hogy csak a kötelezőt hoztam, de a második fél évemtől kezdve már szinte nem volt olyan alkalma, amin nem vettem részt, hiszen nem tudtam kihagyni. Hogyha bent voltam a koliban, nem tudtam azt megtenni, hogy fekszek, vagy mesét, vagy akármit nézek, hanem inkább ott szerettem volna lenni, és ezáltal amúgy megerősödött a hitem régebben. Úgy éreztem, hogy bármikor megrendülhet. Egy nagyon rossz dolog, vagy egy kevésbé rossz is teljesen megrendíthetett volna, de most már nem érzem ezt. És ez nagyban szerintem Marcinak köszönhető, aki próbált erre be. Báli lelkészéről. Igen, van akkor lelki gondozás, és akkor még inkább meg tudom ezt élni. Ugye bentlakó szakkollégista vagy, annak ellenére, hogy Hajdúhatházi fél órára található Debrecentől. Én ki nagyon kíváncsi lennék arra, és gondolom a kedves nézők is, hogyha kicsit túllépünk azokon a lehetőségeken, amiket a szakkollégium nyújt, teszem fel azt ösztöndi
nyelvoktatás, vagy mentorálás az egyetemen és hasonlók, hogy milyen a szakkollégium közössége, milyen közösséget alkotnak a hallgatók. Ugye azt nem mondtuk, hogy a szakkollégium nagyjából 30 fő lakik, és nagyjából 30 fő tagja a szakkollégiumnak, tehát ez jóval kisebb, mint egy egyetemi kollégium, ahol akár több százan is lehetnek, és nagyon kevés interakció van a hallgatók között. Itt azért nem csak szervezetten, de akár önkéntesen is vannak ilyen közösségi programok. Hogyan látod ezt? Szerintem a közösségünk nem rossz, bár szerintem idővel az még jobb lehet. Jobb így, hogy kevesen vagyunk, mert mondjuk én nem is mentem volna olyan koliba, ahol több százan vagyunk, és azt se tudjuk, hogy ki kicsoda. Itt mindenki ismer mindenkit, nem kell gondolkodni, hogy úristen, őt hogy hívják, hanem tudod, hiszen beszélget vele, minden nap látod. Szoktunk szervezni saját programokat, de ez a koronavírus miatt most kicsit megcsappan, de számtalan közösségi programunk van, most hétvégén is lesz például. Milyen programokon vettetek részt így közösen? Szabadidős programokra gondolok. Bowlingoztunk, és én nyertem egyébként. Gratulálok! Gokártoztunk, na arról nincs jó élményem, úgyhogy most legközelebb már nem is fogok részt venni benne. És különböző játékokon a habisztivel szoktunk játszani. Nagyon jó játék. Kifejted? Nagyon Valami rövid, csak így hogy mi a habiszti? Beszélgetünk. A habiszti cigánytársas játék, amit a reform igazgatója talált ki, és csinálta meg nekünk, és nagyon egyszerűen lehet vele játszani, és élvezetes. Mi több alkalmunkra is kiszállásokkor szoktuk vinni, és sokaknak tetszik. Általában én csak vezetni szoktam, mivel mindenki úgy hiszi, hogy én mindegyikre tudom a választ, ezért nem játszanak ellen. És ebben van valami igazság? Van, hiszen megjegyzem hamar a dolgokat, úgyhogy legtöbbet tényleg tudom a választ. Aha. Ugye a szakkollégiumi lét nem csak abból áll, hogy valaki felvételt nyer, aztán kap ösztöndíjat, nagyon jó programokon vesz részt, ingyen kollégiumi szállást kap, hanem bizony ezért valamit tenni is kell. Röviden tudnád jellemezni, hogy mik azok a programelemek a szakkollégiumon belül, amelyek kvázi ilyen kötelezők nyilván a programok teljesítése mellett? Igen, köztudatosítanunk kell két alkalommal, de ezek jó alkalmak. Jó alkalmak, mivel ezáltal a korinak a hírnevét visszük, és egy szóval toborzunk, várjuk a jelentkezőket, valamint önkéntes munkát kell csinálnunk, de én úgy hiszem, hogy ez is segít minket, ez épít minket, hogy tudjunk segíteni másoknak, de csak 15 óráról van szó, bár én mindig túl teljesítem a tesóimmal, úgyhogy nem lehetetlen megcsinálni. Valamint lehet vállalni a szakkolin belül feladatot, például az imaterem berendezése. Én most jelenleg azt vállaltam Barbival, tesómmal, úgyhogy ez is nagyban hozzájárul, hogy az is a bibliórához kapcsolódjon, de számtalan lehetőség van. Ezeket lehet így önként vállalni, valamint a szakkolis hétvégeken is ott kell lennünk, valamint meghatározó még az átlagunk, hiszen kategóriák vannak, és ahol egy kicsit az átlag megcsúszik, akkor a kategória is változó. Ugye említetted azt, hogy két húgoddal együtt vagy szakkollégiumi tag. Ez milyen érdekes színezetet ad egyébként a te szakkollégiumi létednek, hogy a testvéreiddel vagy ott együtt? Mit jelent a számodra? Sokkal jobb, bár lehet, hogy itt nem szocializálódunk annyira, mert itthon is hárman vagyunk, és ott is hárman vagyunk, de családios, nagyon jó, ott nem kell
feszengnék, hogy esetleg mi történik a szobában, vagy mit csinálhatsz, mit nem csinálhatsz, mert a testvéreim között vagyok, és hát könnyebb az élet, az biztos. Ugye említetted korábban, hogy nagyon sok programon vesztek részt, és szinte nem is tudsz kiemelni olyat, ami a kedvenced. De hogyha mégis úgy teszem fel a kérdést, hogyha visszatekintesz az elmúlt kicsivel több mint 3 évre, amit itt töltöttél a szakkollégiumban, van-e kedvenc élményed, amire itt tényleg nagyon szívesen emlékszel? Az egységnap, ami Debrecenben volt. Aha. Röviden mesélsz arról, hogy ez miért, és mit csináltatok ott? Igen, mi, hát szakkol is hétvégének volt betervezve, de önkéntes munkát végeztünk azzal, hogy részt vettünk, de én kifejezetten annak örültem, hogy énekelhettem, hiszen én nagyon szeretek, és az öröm volt számomra. Valamint ez egy kicsi szomorú, de a börtöni manap is jó volt szerintem, mert az egy másik közeg volt, megtudtuk. Igen. Sok mindent arról, hogy lehet, hogy mi nem látjuk azt, hogy másokkal mi történik, de ezáltal beláthattunk, hogy hova is lehet jutni a rossz döntések miatt. Ez Szegeden volt, igaz? Igen. Már nagyon örülök neki, hogy ilyen szép emlékeid vannak a szakkollégiumról. Még egy rövid kérdést és egy rövid választ szeretnék még tőled, hogyha ajánlani kellene a következő generációnak a szakkollégiumot, akkor mit mondanál nekik, hogy miért érdemes egyrészt tanulni, tovább tanulni, és hogyha lehetőség van rá, akkor miért érdemes a szakkollégiumba jelentkezni? Akár a Váliba, Debrecenben, vagy akár Budapesten a Reformban? Erre nem igazán tudok röviden válaszolni, mert pont tegnap küldtem el egy segítőlevelet egy doktorandusz hallgatónak, hiszen részt vesz egy kutatásban, és pont volt egy ilyen kérdés. Aha. És arra is azt a választ adtam, hogyha van célunk, konkrét célunk, és szeretnénk megvalósítani, akkor tájékozottnak kell lennünk, és keresnünk kell egy olyan helyet, ami segített annak az elérésében. És azt gondolom, hogy a szakkollégiumok ilyenek, és nem feltétlenül mondom azt, hogy csak a Váliban lehet jelentkezni, hanem minden másik szakkollégiumban is, hiszen tényleg azért lett kitalálva, jól kitalálva, hogy a hátrányos helyzetűek, a cigányok, de a nem cigányok is, hogy diplomához juthassanak. Mert szerintem ez nagyon jó dolog, és én örülök neki, hogy én tagja lehetek a szakkollégiumnak, és biztatok bárkit rá, hogy nyugodtan jelentkezhet, hiszen rossz élményekkel nem végződhet a ott létük, hiszen eléggé pessimista ember vagyok. Semminek se úgy állok oda, hogy na ez aztán jó fog lenni, hanem úristen, ez biztos lehet rossz lesz, és nem nagyon szeretem Debrecen se, de a szakkollégiumot szeretem, és nekem jó tett, és javított az önbizalmamon, a hitemet tudtam gyakorolni, sok mindenben részt vehettem. Ha visszagondolok majd rá, hogy mit történtek velem, a szakkalira jó emlékek fogok, jó ízűen emlékezni. Megkövetem magam, mert még van egy kérdésem. Mi szerepel a bakancslistád legtetején? Tehát ugye nyilván az elsődleges az, hogy szeretnél tanár lenni és majd tanítani, de ha mondjuk úgy kérdezem, hogy mi az életed leghőbb vágya, akkor mit mondanál? Szeretnék iskolaigazgató lenni egy olyan iskolában, ahol hátrányos helyzetűek tanulnak, hogy segíthessem őket, és kiépíteni egy olyan karriertanácsadási központot, ami pont arra specializálódik, hogy segítsen az olyanokon, akik szeretnének tanulni, de még nem tudják, hogy hogyan kell, és hogy milyen lehetőségek vannak. Ezt szeretném. Isten áldja meg a terveidet és a céljaidat. Én kívánom azt, hogy nagyon sikeres legyél a karrieredben és az életedben. Nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad, Dóri, ezt a beszélgetést. Én köszönöm.
És még egyszer tényleg Isten áldását kívánom arra az útra, ami előtted áll. Kedves nézőknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, Varga Dórával, a Debreceni Vál István Református Cigány Szakkollégium hallgatójával beszélgethettem. Tartsanak velünk továbbra is, tartsatok velünk továbbra is az online cigány missziós konferencia programjain. Én Dezső Attila voltam, Isten áldjon mindenkit, áldás békességet, sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit, Dezső Attila vagyok, az Országos Református Cigány Misszió kommunikációs munkatársa, mellette pedig Horváth Flórián, a Budapesti Református Cigány Szakkollégium, közismertebb nevén a Reform hallgatója. Köszöntelek, Flórián! A mostani beszélgetésben Flórián életútjának segítségével és az ő szavainak segítségével kicsit szeretnénk bemutatni azt, hogy mi is ez a Református Roma Szakkollégium itt Budapesten, és szeretném majd, hogyha egy kicsit mesélne magáról, az életéről, tanulmányairól, motivációiról, és hogy mi a terve a jövőben. Köszöntelek még egyszer, Flórián! Szia. Sziasztok, köszöntök mindenkit! Nagyon röviden mutatkozz be, hogy honnan érkeztél, és milyen tanulmányokat végzel. Rendben, Horváth Flórián vagyok. Pécerről érkeztem, ez Budapest mellett van egyből, Pest megyében. Én a Budapesti Metropolitan Egyetem tanulok, kereskedelmi és marketing szakos hallgató vagyok. Miért éppen ez a szakma, ez a szak érdekelt téged? Miért ide jelentkeztél? Mikor gimnáziumos voltam, még nagyon sokáig messze állt tőlem egyébként az egyetem, csak bátorítottak engem. Aztán, mikor úgy döntöttem, hogy oké, megpróbálom, akkor keresgettem szakmák között, meg minden között, hogy mi érdekelhet engem, és ez fogott meg leginkább a marketing, meg így a reklámvilága. Most második évedet van az egyetemen. Az elmúlt kicsit több, mint egy évből volt valamilyen kedvenc tárgyad az egyetemen, ami ehhez a szakhoz kapcsolódik? Hát volt a marketing alapok, az a abszolút kedvencem volt, meg egyébként nem tudom, mennyire kapcsolódik hozzá, de az angol, az az örök kedvencem, az mindig is az volt. Nagyon röviden elmondanád, hogy mi a terved, mik a céljaid ezzel a képzéssel, hogyha elvégzed? Ezzel a képzéssel eleinte őszintén megmondom, nem voltak terveim, de így időközben elkezdtem otthon írogatni, aztán most az is egy nagy célom és vágyam, hogy egy író legyek, és talán, nem talán biztos vagyok benne, hogy a marketing az ebbe fogja kamatoztatni magát. Most egy kicsit beszéltünk a jövőről, nagyon picit szeretném, hogyha beszélnénk a múltról is. Kicsit ki tudnád fejteni azt, hogy hogyan kezdtél el azon gondolkodni, hogy igen, neked tovább kell tanulnod, és hogyha szeretnéd valamire vinni az életben, akkor neked igenis tovább kell menned, tanulnod, oda kell tenned magad. Voltak esetleg valakik, akik ebben támogattak, motiváltak téged, bíztattak, hogy csináld meg? Persze, nagyon sokan motiváltak engem. Hogyha nem lettek volna ezek az emberek, én most nem ülök itt veled, nem beszélgetek veled. Csak hovatartozásom miatt, azért, hogy én roma vagyok, én azt hittem, hogy ez nem fog sikerülni, pedig mindig is szerettem volna. Csak nem tudom, ez a világ olyan tükröt mutatott nekem, amivel én ezt gondoltam. De aztán a gimnáziumi osztályfőnököm, magyar tanárom, ő nagyon nagy löketet adott, és a szüleim is, meg a barátaim is. És igazából nagyon szerettem volna nekik is bizonyítani, meg ugyebár önmagamnak is. Találkoztál előítéletekkel korábban, vagy olyan hátráltató tényezőkkel, amik mondjuk elbizonytalanítottak arról, hogy neked igenis van jövőd, és igenis van helyed akár a marketing területén? Na ez egyébként vicces, mert első kézből nem. Engem sose ért atrocitás a származásom miatt. Egyetlen egy ilyen dologra tudok gondolni, de ez a teljesen más témával kapcsolatos. Viszont vannak roma barátaim, és másodkézből így látom. Úgy történtek események, igen. Mi volt az a pont az életedben, hogy inkább mikor jött el, amikor átfordult benned az, hogy megyek előre, és akkor csinálom azt, amit szeretnék? Volt-e ilyen? Ez 12. év végén, szóval két éve, két és fél. Kicsit szeretném, ha beszélgetnénk arról az épületről, ahol vagyunk, ugye látható Reform, Budapesti Református Cigány Szakkollégium. Flórián tavaly augusztusban nyert felvételt ide a
az intézménybe, és a kérdésem az lenne hozzád, hogy mi motiválta arra, hogy jelentkezz egyáltalán? Hol találtál rá a szakkollégiumra, hol találkoztál vele, és miért döntöttél úgy, hogy szeretnél ide kerülni? Nekem a keresztapukám ajánlotta ezt a helyet, ő is valakitől hallotta, és azt érdemes tudni rólam, hogy én nagyon egy zárkózott srác voltam, egy nagyon introvertált, befele forduló. Féltem megszólalni egy McDonald'sban is tényleg. Aztán úgy gondoltam 12. év elején, hogy oké, löktem kell magam a dolgok felé, ki kell nyílnom, mert az élet erről szól. És a reform is egy ilyen kapu volt nekem, egy ilyen ajta, amit idejöttem és megpróbáltam kinyitni. És milyen jó, hogy megtettem. Ugye gondolom, amikor hallottál az intézményről, akkor elkezdtél utána olvasgatni, utána nézni, hogy konkrétan mi is az a reform. Mi volt meg leginkább ebben? Ugye én azért akarok idejönni. Igazából a csapat, igazából róluk nem nagyon tudtam sokat, de mégis ahogy hallottam, azt mondták, hogy ez egy jó csapat, meg az, hogy tudunk itt beszélni Istenről. Mm-hmm. Tehát, hogyha jól veszem ki az utóbbi mondatodból, akkor a hit, a kereszténység az nagyon fontos számodra. Ugye egy református, egy keresztény intézmény a reform, így a hitéleti alkalmak szerves részét képezik az itteni életnek. Vannak istentiszteletek, bibliórák, amiket a reform munkatársai vezetnek, és ebben minden hallgató bekapcsolódhat. Erről a folyamatról, amint te keresztül mentél, keresztül mész, így a hitet kapcsán, és amit el lehet mondani egy ilyen beszélgetésben, kicsit megosztanád azt velem és a nézőkkel, hogy milyen folyamatokon mentél keresztül? Persze. Kiskorom óta hallottam apáiktól történeteket a Bibliáról, meséltek nekem Istenről. Így ahogy teltek az évek, ugye elkezdtem járni iskolába, stb. Kevesebb időt töltöttem a szüleimmel. Így valahogy a Isten, nem szeretném azt mondani, hogy jelenléte, mert úgy érzem, hogy mindig itt van velünk, de hogy Istenről való beszélgetés az így kezdett kikopni. És így igazából csak a legjobb barátommal beszélgettem erről, meg így önmagamban. És nekem ez nagyon fontos, hogy Isten az életem része legyen. És most itt közelebb érzem magam hozzá. Van-e esetleg valamilyen kedvenc történeted, vagy kedvenc személyed a Bibliából, aki inspirált, vagy olyan történet, amit az előbb mondtam, hogy amiből például erőt nyertél, vagy ami által magabiztosságot lettél, vagy esetleg egy olyan ige szakasz, ami ilyen útmutatásként szolgált életedben? Hú, ez egy fogós kérdés, nehéz kérdés. De hát most Jézus a kedvencem. Ez a bónusz kérdés. Bónusz válasz, bocsánat, igen. Hát minden a tetteiben, hogy megnyilvánul. Azért mindig próbálok jól cselekedni, meg jó ember lenni. Próbálom követni. Hogyha a szakmai előmenetredet nézzük, akkor mi volt az az elmúlt kicsit több, mint egy év során, ami leginkább segített neked itt a reformban? Az ösztöndíj mindenféleképpen, mert anélkül a pénz nélkül én nem tudnék most egyetemen lenni. Hogyha egy kicsit tovább tekintünk ezeken a általánosabbként megfogalmazható ösztöndi, kollégiumi szállás, stb. Bár te nem ment lakó szakkollégista, de ugye vannak a szakkollégiumoknak ezek az előnyei, ami nagyon fontos egy magadfajta srác számára. Egy kicsit szerintem elmondhatjuk itt a nézőknek, hogy ugye ez nem egy olyan intézmény, ahová bejövünk, vagy bejön az egyszerű egyetemista, vagy főiskolás, és akkor csak úgy megkapja ezeket a támogatásokat. Igen. Hogy ezért valamit tenni is kell, és röviden felvázolnád, hogy ez itt a reformban ez hogy működik? Persze, ez egy nagyon színes program keretein belül valósul meg. Több választási lehetőség közül választhatunk, itt teljesíteni kell feladatokat, amik egyébként tök jók és élvezhetőek, és még fejlődünk is bennük, mivel például mondok egy példát, van az angol társalgási műhely, ott angolul beszélgetünk végig. Uh-huh. És ilyen feladatok vannak, nagyon jók. Meg is a Biblióra, mint említetted, hasznosak. Ugye van még ilyen identitásműhely, igen. Ugye, ahol a roma hallgatók kicsit elmélyedhetnek
az identitásukban, sokkal inkább megjelentik az identitásukat, a nem roma hallgatók pedig közelebbről megismerkedhetnek a cigány kultúrával. Ugye azt illik tudni, azt még nem említettük, hogy itt a Teforumban roma és nem roma hallgatók egyaránt vannak, ami tényleg egy ilyen érdekes színezetet és érdekes töltetet ad ennek az intézménynek. Erről röviden mesélnél? Már ugye azt mondtuk, hogy nem bentlakó hallgató vagy, de a programokon mégis részt veszel, és ezt hogy látod, vagy mit gondolsz erről? Esetleg milyen társadalmi hasznossága lehet ennek később? Hát, hogy mondtad, megismerhetjük egymást közelebbről, ők is a roma kultúrát, de egyébként, ami nekem nagyon tetszik, hogy egyáltalán nem érződik, hogy ki roma és hogy ki nem, mert mindenkit egynek veszünk, és olyan elfogadás van itt, amit ritkán látok. Kicsit túltekintve a reform keretein, van-e valamilyen nagy álmod a bakancs listádon, egy olyan dolog, amit mindenképpen szeretnél elérni, mert ugye, hogyha sikeresen teljesítesz az egyetemen, akkor meg lesz a diplomád, de valami ennél túlmutatóbb célod, esetleg valamilyen olyan karrier, amit szeretnél befutni, vagy bármilyen más dolog, amit szeretnél a későbbi évben elérni? Hát a egyik legnagyobb célom az, hogy egy könyvet ki tudja publikáltatni. Aha. Ugye az írásról beszéltél korábban, egy témáról szabad tudni egyébként, hogy mi forog a fejedben, vagy milyen témák járnak a fejedben? Hát regényeket szoktam írni, azokat kevesebbszer, mert azokra sok több idő kell. De egyébként novellákat is szoktam, abból több van, sokkal több. Műfajban? Mindig más. Milyen, amilyen hangulat, témában, bocsánat. Aha. Amilyen hangulatban vagyok, úgy jönnek igazából. De a novellák általában drámákkal túlnyomó részük. Még egy kérdésem van. Szeretném, hogyha egy kicsit motiválnád a nézőket, mert lehet, hogy vannak olyan fiatalok, akik tovább tanulás gondolatával játszanak, és aki például Budapestre szeretnének jönni főiskolára vagy egyetemre, de nem tudják miből finanszírozni a tanulmányaikat, vagy esetleg nem lenne rá lehetőségük, nem lenne kollégiumi szállásuk. Így pár mondatban hogyan bíztatnád azokat a fiatalokat, akik mondjuk hasonló cipőbe járnak, mint te egy-két évvel ezelőtt? Hát azt mondanám nekik, nektek, hogy mindenképpen tanuljatok tovább, fejlesztjétek magatokat, azt sosem lehet megbánni, ha pedig egy szállást kerestek és egy jó csapatot, akkor a reform a befutó nálam, úgyhogy meleg szívvel tudom ajánlani. Hallgassatok Flóriánra, fogadjátok meg a szavait. Köszönöm neked, hogy itt beszélgethettünk, köszönöm ezeket az építő gondolatokat, köszönöm, hogy bemutattad az intézményt, a reformot, és egy kicsit téged is jobban megismerhettünk. Nézőknek pedig köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Tartsanak továbbra is velünk az online cigánymissziós konferencia keretein belül. További szép napot kívánok mindenkinek, áldás békességet, sziasztok! További szép napot, áldás békességet, sziasztok! Yeah.
olyan,